A PLE labdarúgói és a PNS birkózói után a Báthori Gym csapata is megkezdhette az edzéseket a Gellér Sándor sportcsarnokban, ám az említett két egyesülettel ellentétben nem a nulláról kellett kezdenie a munkát Gérdán Miklós edzőnek. A versenyzők ugyanis csak a Ladányi edzés lehetőségtől estek el az elmúlt 3 hónapban, Hajdúszoboszlón gyakorlatilag megszakítás nélkül tudtak tréningezni. November 11-e után álltunk itt le Püspökladányban, ugye mi, ahogy bezárt a sportcsarnok, ugye a szoboszlói csapattal tudtunk tovább edzeni, tehát ott gyakorlatilag egy hét leállás volt. Ugye itt ugye az edzéseknek a folytatásának a kritériuma az, hogy a szövetség által leigazolt versenyzők edzhetnek csak, tehát ugye itt is ugye nálunk is csak az ifi, a felnőtt és a leigazolt senior versenyzők mozoghatnak. Ugye a versenyzőket nagyon súlyosan érintette, ugye Szoboszlón maradt ugye heti két edzés, Ladányban egy páron, akik tudtak, átjárogattak, nem tudtak ott lenni minden edzésen. Nyilván itt a leállás gyakorlatilag az egész csapatot megviselte, a Ladányiakat és a Szoboszlóiakat, de úgy gondolom, hogy a Ladányiakat sokkal jobban, mert ők teljesen, tehát még a Szoboszlóiaknak legalább valamennyire a szinten tartása ott megmaradt az a heti két edzés, de Ladányiaknak nem volt ez meg. Mondom, egy páran át tudtak járni néha Szoboszlóra, de hát az ugye, mint tudjuk, versenysportban még a két edzés is kevés. Úgyhogy emiatt nekünk most például február 28-án, illetve március 7-én lenne egy zárt kapus versenyünk, erre nem tudunk elmenni, nem tudunk felkészülni rá. Gérdán Miklós mindemellett azt is elmondta még, hogy a versenynaptár meglehetősen bizonytalan, akik versenyszervezésben gondolkoznak, egyelőre kivárnak. Itt elég kaotikus, mindenki nagyon, nagyon óvatosan beszél, akik amúgy versenyt szoktak szervezni, kilátással az egész. Ami most biztos versenynek tűnik, az egy májusban egy nemzetközi verseny, tehát az biztosnak tűnik, illetve hogy addig reméljük, hogy tudunk sparingolni, illetve van a tarsolyban vagy egy-két olyan verseny, ugye, ahol várják, hogy milyen szigorítások vagy esetleg enyhítések lehetnek. Versenyszervezést én most jelenleg nem mernék megkockáztatni, ismét azok miatt, az indokok miatt, mert nem tudjuk, hogy mikor lesz valamennyi enyhítés, vagy mikor lesz vége ezeknek a szigorításoknak. Én most amire be akarok rendezkedni, először is a zárt kapus sparingokra, tehát ezekre az edző mérkőzésekre, és utána majd a jövőben meglátjuk, hogy tudunk-e esetleg egy versenyt szervezni Püspökladányban. A sok-sok bizonytalanság mellett azért egy konkrétumról is beszámolt Gérdán Miklós, nevezetesen a Báthoris család bővüléséről. Eleve az egyesület debreceni, illetve most csatlakozott hozzánk egy debreceni klub, ugye Simon Imre vezetésével, tehát most már ők is a Báthori színeit képviselik. Innentől kezdve most már a versenyzői létszámunkon 80 főre tehető. Az említett 80 fő, amint hallhattuk, a Báthori Gym versenyzői létszámát jelenti, s ebben nincsenek benne azok a gyerekek, akik még csak ismerkednek a sportággal. Szerencsére mindhárom edzés helyszínen vannak belőlük bőven, ám a velük való foglalkozás merőben más, mint a vírushelyzet előtti időkben volt. Örülünk annak egyébként, hogy a csapat tényleg olyan, mint az orgonasi, és elég sok utánpótlás korosztályú gyerekkel tudunk dolgozni. Az edzéseink azok úgy működnek jelenleg, hogy szülő hozza a sportcsarnok, vagy ugye bármelyik edzőtermünknél, ugye a bejárati kísérheti a növendékeket, és ugye ők bejönnek, maguknak, tehát átöltöznek, ugye mi segítjük őket, mondja, nincsenek hozzászokva, és akkor az edzés után segítünk nekik felöltözni, és akkor kimennek, és odakint várják őket a szülők. Végezetül Gérdán Miklós még hozzátette, hogy talán már nem sokáig tart ez a jelenlegi helyzet, s nagyon várják, hogy minden visszatérjen a régi kerékvágásba, s újra megmutathassák a tudásukat a különböző versenyeken.